Az aratásra száraz, meleg idő kellene, hogy optimális szemnedvesség alakulhasson ki, és a keleten sokfelé sáros talajokra rá lehessen menni a gépekkel. Hogy jelenleg mi is a helyzet a karcagi határban, arról Domján Sándor agrármérnököt kérdezzük. Most kezdődik hamarosan az aratás, mit lehet tudni a részletekről? Illetve kezdődik, van olyan kultúra, valahol pedig még folytatódik, hiszen most ennek a koratavaszi, téli aszálynak, majd a melegnek köszönhetően eléggé összeértek a termények. Klasszikusan ugye az őszi árpával szoktunk kezdeni, de az őszi árpa most összeért a repcével, búzával. Táblája válogatja, mi még az őszi árpát aratjuk, éppen az egyik területünk részünkről jövünk át most a másikra, ilyenkor kombánykarbatartás. Körülmények nem egyszerűek, mert ez a mostani sok csapadék éves átlagban, ha szétosztom, akkor ez nem sok, de így hirtelen egyszerre bizony azt eredményez, hogy vannak olyan táblarészek, amit már gumikerekes kombánnyal nem lehet learatni, ezért mi is készítjük fel a láncos kombányunkat arra, hogy azokat a területrészeket majd azzal fogjuk el a betakarítást elvégezni. A kukorica és a napraforgó területén mi a helyzet? Hát a kukorica és a napraforgó most köszöni szépen ezt az időjárást, mert nekik szinte teljesen kedvező. Azért mondom, hogy szinte teljesen kedvező, mert a napraforgó azért egy gombaérzékeny, gombakártevő érzékeny növény, illetve a kukorica is bizonyos fenofázisaiban. Ezért most sokkal jobban oda kell figyelni a gomba elleni védekezésre. Illetve a ritkábban kelt táblák ugye a tavaszi asszály miatt, ott foltokban a másodlagos gyomosodás is előfordulhat, tehát ez mindenképpen plusz munkaműveletet, plusz költséget jelent, plusz odafigyelést a gazdálkodóknak. Milyen termés várható? Ez is heterogén, mint a táblánk, ugyanis azért a tavaszi aszályt a késő jött eső nem tudta teljesen kompenzálni, ezért termés átlagban tapasztalható visszaesés, táblafüggő, de azért 20-40%-ig látunk terméscsökkenést. A kalászosoknál egyrésztről, másrésztről a repcét is megviselte, tehát a repcénél nagyon sok helyen látom, hogy egy 50%-os termés várható, illetve tény is, ahol már a betakarítás megtörtént. A minőséget még nem rombolta az idő, még, de ha már ma esik hozzá, ha már holnap és még a közeljövőben fog esni, akkor az már a minőségen is, a kenyérgabona minőségén észrevehető lesz. Mikorra várható a betakarítás vége? Hát ugye normál esetben július végére a betakarítással végezni szoktunk, meg szoktuk tartani a bankettet, a jól megérdemelt munka végét jelezve ezzel. Most ebben nem vagyok biztos egyáltalán, hiszen az időjárásra nincs rá hatásunk, az időjáráshoz alkalmazkodnunk kell, és a betakarításkor a csapadékos időjárás azt jelenti, hogy napokat kell kihagynunk, vagy fél napokat kell kihagynunk ahhoz, hogy szárazon tudjuk behozni a gabonát a táblákról. Tehát én úgy gondolom, hogy most át fogunk majd csúszni augusztusban bizonyos növényféleségeknél.